A megélhetés költségei az egekben vannak. A kormány erre azt találta ki, hogy júniustól bevezeti az államilag előírt kötelező bolti akciókat. Ezek a lépések azonban nem oldják meg a rendszer szintű problémákat, állítja az MSP. A párt szerint ma a dolgozók fele 300 ezer forintnál kevesebb fizetést visz haza. Komjá tímrével beszélgetünk. Az MSZP társelnökével jó estét kívánok! Jó estét a nézőknek is! Ugye tegnap Varga Mihályt interpellálta a parlamentben, elmondta, hogy ugye megint el akarják fogadni a költségvetést, már júniusban, aztán meg majd toldozgatják, foldozgatják. Miért gond ez ön szerint? A tavait is módosították, majd ezt is módosítják. Azért gond, mert a, nem tudnak tervezni, a vállalkozók nem tudnak tervezni, a, a vállalatok, cégek nem tudnak tervezni, a befektetők nincs egyfajta stabilitás. Ha évvégén, október-novemberben hoznák be a költségvetést, azért már akkor jobban látszanak a számok. Egyébként az is mutatja, hogy mekkora a bizonytalanság, hogy tavaly azért még a cégek olyan béremeléseket adtak, hogy próbálták az inflációt valamennyire kompenzálni, illetve ha nem alapbérben emeltek bért, akkor adtak egyszerű juttatást, amivel próbálták az inflációt kompenzálni. Már most ezek is elmaradnak. Érdekes, uh, hogy azt mondja, hogy a cégek nem tudnak tervezni, meg hogy így kiszámíthatatlanabb, mert nem vargami Mihály, hanem Tálai András válaszolt önnek, a pénzügyminisztérium államtitkára, és azt mondta, hogy pont azért kell elfogadni, de. és egyébként 2015 óta azért teszi ezt a kormány, mert hogy a gazdaság szereplőinek így kiszámíthatóságot biztos Ugye az indoklásban az is benne volt, hogy főleg ilyen háborús időben fontos ez, hogy, hogy ilyen hamar legyen meg a költségvetés tervezete. Szerintem Tálalj András elképesztő butaságokat beszélt. Látszott ez az is, hogy, hogy szerintem önmaga is, mikor belelátott a papírba, amit elő, elé tettek, akkor zavarba jött tőle. Mert hogyan lehet azt mondani, hogy, hogy stabilitást és biztonságot ad a cégeknek a tervezéshez, mondjuk, mikor a tavalyi költségvetést is 5%-os inflációval tervezték, és 4%-os gazdasági növekedéssel. És most ott tartunk, hogy a legjobb becslések alapján is idén lesz 20%-os az infláció évvégére, és recesszízi technikai recesszióban vagyunk. Igen, um, de hát azért a háború az, 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 az közben jött, tehát nyilván ez minden országot érintett, és minden ország költségvetését, egy Magyarország költségvetését is érintette. Mitől jobb az, hogyha októberben van benyújtva, és nem júniusban? Um, sajnálom, hogy nem hoztam magammal, ma Vajda Zoltán, az MSZP költségvetési bizottsági elnöke, kezembe nyomott egy papírt, ami a parlament információs szolgálatát adta ki, tehát ez, mi képviselők hozzájuttatunk, én is elkérhetem, ide adta, de sajnálom, hogy nem hoztam el a műsorban, ezen ott feketén-fehéren fel van sorolva, hogy melyik országban milyen infláció van, és Európában milyen infláció van bűdületes hazugság, amikor csak arról beszélnek, hogy háborús infláció van. Nem, ez Orbán infláció. Ne kenje másra Orbán Viktor és a kormánya ezt a helyzetet, ezt ők állították Igen, az infláció, infláció látszik, most a költségvetést kérdeztem, hogy akkor azért a, a, érintette a költségvetést is, akkor így, így, mondom a háború. De kérdezett, feltett hat kérdést is az interpeláció végén, azokra jött válasz, hogy itt a mentő, MSZP mentőcsomagjáról kérdezett. Persze, Jandás elmondta, hogy egyébként milyen jó, hogy az MSZP felfedezte magának azt, hogy az ástoppokat nem kellene kivezetni addig, amíg ilyen magas az infláció, de elmondtuk, hogy nem elsősorban az ástoppok fenntartása a lényeg. Az lenne a jó, ha minél hamarabb ki lehetne vezetni az ástoppokat, de addig, amíg ilyen infláció van, addig, amíg megtartják az alapvető élelmiszerek a brutálisabb magas 27%-os áfát, és még plusz megfejlik egy egy 4,1%-os különadóval, addig maradjanak az ásapkák, mert az emberek nem tudják megvenni az élelmiszert. De azt is mondjuk, hogy kompenzálni kell a kisboltokat, mert egyébként tönkre mennek. És nem csak amiatt mennek tönkre, hogy nem kapnak kompenzációt az ásábbkák miatt, hanem amiatt is, hogy emelkednek az árak nagyon, és ezért visszaesik a forgalmuk. Tehát segíteni kellene a kisboltokon. Ugye azt is mondjuk, hogy mivel most már több elemző kimutatja, hogy megélhetési válság van. Budapest 19%-a és a vidék 40%-a minimum alatt él hogy az emberek nem tudják megvenni a mindennapi betevőt, ezért mi azt mondjuk, hogy a legrászorultabb 300 ezer család havonta kapjon egy élelmiszer bankkártyán, havi 20 ezer forintot, amit élelmiszerre tud költeni. És nem csak az elemzők mondják, hanem olyan egyházi és civil szervezetek, akik segélyezése, segélyszervezetek, mondjuk így, azt mondják, hogy január óta 15%-kal többen fordulnak hozzájuk, mint előtte, és olyanok, akikkel eddig még nem találkoztak. Utolsó dolog, és teljesen más, ugye már a kiderült tegnap harangozó Tamás még nem tudta megmondani, hogy elmennek-e holnap Pintér Sándorhoz erre a bizonyos egyeztetés a pedagógusok státusztörvényéről. Ma kiadtak egy közleményt, elmennek és viszik a PDS-t is magukkal. Mivel mennek a tárgyalóasztalhoz, hogy mire számít? Igen, Kuhalm Jágnes társelnök és az Oktatási Bizottság elnöke fog menni, és a PDS egyik szakszervezeti vezetőjét fogja magával vinni, azért, mert mi első pillanattól kezdve azt mondtuk, nem a pártoknak, kellene megegyezni, és nem a pártokkal kellene tárgyalni a Pintér Sándornak, hanem a szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel kellene tárgyalni. Ezért azt gondoljuk, hogy ott van a helye a szakszervezeteknek, de egyébként ugyanígy ott van a helye szerintem a diákmozgalmaknak is, mert most már láthatóan kiszélesedett ez a társadalmi bázis, ami azt mondja, hogy bért kell adni a pedagógusoknak, és meg kell ezt a helyzetet oldani. Köszönöm szépen hogy itt Én is köszönöm a lehetőséget